Sziasztok! Mesélek nektek egy vicces történetet. Szokásom, hogy reggel 8-kor, még munka előtt, szentmisével kezdem a napot. Az egyetemi templomba járok, ahol mindig a csendes és üres gyontatószékben foglalok helyet. Az egyik nap, képzeljétek, hogyan járok. Egy leányzó a reggeli homályban azt hiszi a papül a gyontatószékben, oda térdel hozzám a rácshoz, és nekem kezd el gyónni. Te jó ég, azonnal menekülőre fogom, így szerencsére nem hallok semmit az elmondottakból. Sziasztok!